Elrólak, óra itt. Üdv mindenkinek. Mondjuk a hátsó kerbe. Szóval, nincs is a... Van egy kis videóban, szeretném megmutatni, hogy a Whoopi Slinggel hogy teszem fel a fára a teherleengedőt, ők úgy hívják a portavrapot, ez egy nagy méretű portavrap, ugye teherleengedő, teherleeresztés céljára használja az ember. Hát láttam egy pár helyen, hogy úgy csak egyszerűen felrakják, na most ugye ennek van egy, a Whoopi Slingnek egy egy nagyon fontos, hát hogy is mondjam, egy nagyon lényeges, fontos dolog, amit nem sokan használnak, de magát a Whoopi Slinget igen. Na most, az az a nagyon fontos dolog, az ez a rész, amiben nekünk bele van csúsztatva a másik kötelünk, ugye? A kötelünk másik vége. Ezzel tudjuk állítani a hosszát, hogy milyen átmérőjű törzsön fogjuk föltenni. Na most igen, ez nem csak arra célra szolgálám, hogy a Whoopi Slingünknek a hosszát beállítsa, hanem tulajdonképpen ez tartja fent, ez a rész tartja fent a terhelés alatt lévő eszközünket. Most sokszor látom, hogy csak felteszik, és a kötél az laza. Na most ennek a kötélnek az a lényege, hogy ugye ez egy tömlő kötél. Na most ez a kötél, ugye ez üres belül, azért tömlő kötél, ez hogyha összenyomjuk, ugye ez teljesen felvastagszik, és ugye nem tart semmit, mert ugye belül ugye hogy üres, hiába mondjuk belehúzzuk ezt a részt, próbálnám érthetően elmagyarázni. Ugye ez most fel van lazítva. Teljesen laza. Ebben a kötelem, így, ebben a kötelem, ez úgy mozog, mint Katiba a gyerek. Nem tart semmit se. Viszont, hogyha én beállítottam a kötelemnek a hosszát, ezt a kötélnek ezt a felvastagodott részét, amivel beledugtuk a másik részét, elhúzzuk, elvéknyítjuk, elsimítjuk teljesen, erősen, innentől kezdve start. Ennek a kötélnek az a lényege, hogy terhelés alatt összeszűkül. Ugye, nincs terhelés alatt, az laza. Milyen is megterhelem, ugye az összemegy, elvékonyodik. Na most ez az elvéknyitott rész tartja az egész rendszert egyben. Ez nagyon fontos dolog, hogy ennek elle kell legyen, végnyitva legyen, mikor felhelyezzük, a szávon mind a két végét elhúzzuk, és akkor az így fog tartani. Ez így lesz biztonságos. Körülbelül tudjuk, hogy milyen vastag a fánk, milyen hosszú a Whoopi Slingünk, amit fel szeretném tenni. Így is hosszú lesz, így átbújtatjuk. Így is hosszú, rövidebbre vesszük, húzunk a szálon, hosszú szálán, és elsimítjuk teljesen, hogy tartson nekünk. És ugye átesszük a fán, beletesszük az eszközt, és valójában fel van téve, elnézést, ugye így néz ki, még egyszer. Ugye átesszük a fán, és akkor ezen a húrkon, úgyis minden húrkán, ugye átesszük a portavrapot. Ugye ez még mindig laza, amikor húzunk még ezen a szálon, és teljesen, itt most nem fog látszani a fa miatt, elnyújtom a kötelet rajta. És ha fel van téve, akkor én ezt a végét még le szoktam helyezni vissza a burokba. Kicsit húzok rajta.
és nem tudom, mennyire fog látszani a videó, remélem érthető lesz. Ez csak ezt az alsó szálat elkötöm. Két ilyen half hitch nevű kötéssel. Half hitch. Szóval így szoktam feltenni. Most innentől kezdve nem fog menni sehová. Így néz ki. Így néz ki. Ez az eszköz innentől kezdve biztonságosan fel van rakva. És nem fog elmozdulni. Teljesen biztonságosan használható, terhelhető. Ez egy kis videó segített. Örülök, ha megnézem. Köszönöm, hogy segíthettem. Viszlát.